A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Három különleges bejátszással várom önöket, hiszen mind fontos számunkra itt az Agrárinfóban. Épül, szépül az új vásárcsarnok a Balatoni úton, addig is új helyszínen várja a vásárlóit a Jancsárkerti termelő és biópiac. A hosszú előkészítő folyamatot követően immár látható, hogy milyen lesz az új piaci struktúra. A Balatoni úti beruházás célja, hogy a termelői piacot méltó módon felújítsák. Az építkezés 70-80%-os időtartama alatt a piac eddig a szomszédos csarnokban működött, hogy megőrizzék a szombati forgalmat és a piac lelkületét, lelkesedését. Most azonban immár két hete egy újabb költözés várt az árusokra, hiszen megkezdődött a parkoló építése is. Az új helyszínen természetesen továbbra is nagy az érdeklődés az őstermelői áruk iránt. A beruházás előre haladása egyértelműen szükség volt a hátsó területre, ahol a hatóság által előírt parkolószámot kell megépíteni, és a parkolók kialakítása, a zöld területek kialakítása kezdődött el azon a területen, ahol előzetesen a piac működött. Ezért arról a hátsó területről egy kicsit előrébb kellett költöznünk, és kialakítani egy újabb, hát szándékaink szerint egy hangulatos kis termelői piacot. Nagyon fontos az építkezés, hogy áll most az idő, hiszen nyilván az meg van határozva, hogy mikor nyílhat meg. Hogy áll ebben a tekintetben? Az évvége előtt elkészül az épület, ez most már úgy látszik a dolgok menetéből. Ezt követők a hatósági engedélyezések, ez a vége időpontja még egy kicsit bizonytalanná válik, de már kialakult a piaccsarnoka, jövő piaccsarnoka, az árusokkal már bejárjuk, és lehet jelentkezni, szándéknyilatkozatot adni, hogy ki milyen formában, milyen üzletben, vagy milyen asztal mellett, milyen standokon fog a jövőben árusítani. Nagyon szép lesz egy nagy természetes bevilágító udvara, tehát a piaccsarnokon belül is természetes fény fogja érni minden árusnak a standját. Most pedig itt vagyunk az új helyszínen, jól körülnézni, hát azt mondhatom, hiszen itt mindig nagy az érdeklődés az áruk iránt. Mi minden van, hiszen azért most megkezdődött a szezon, a gyümölcs, a zöldség, minden. Örömünkre szolgál, hogy az évente ismétlődően megjelenő környékbeli termelők újra jöttek, és cseresznyéből, megyből, most már egy kis barackot is lehet látni, sőt, mai nap volt már cecei sárgadénye is, tehát újra megjelentek és elhozták ezeket a portékákat. Hát bár a cseresznye megyből kevesebb termet, mint korábbi években, de így is volt elég jelentős kínálat ezekből. A zöldségekben a szokásos primör áruk elég széles választékban kaphatók, illetve hát akkor, akik ismerik a piac kínálatát, a hagyományos hús, füstölt hús, sajttermékek, tejtermékek, ezek újra kaphatók. Ahogy körülnézünk, azért látjuk, hogy a vásárlók már megszokták az új helyszínt. Hát most vagyunk második alkalommal. Én bízom benne, hogy egyre inkább megtalálják a kedvenc árusiakat. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez így legyen. Kétségtelenül a parkolás az nehezebb, külső parkolóhelyeken kell megtalálni a lehetőséget. De itt bent az árusokkal is, magunk is, szervezők, minden vásárlót megkérdezik, hogy kit keresnek, és segítünk őket útba igazítani. Szakmai találkozót rendezett a cseresznye termesztésről az Agrárkamara és az Agrártudományi Egyetem. A találkozón a termelők előadásokat hallgathattak meg az új fajtákról, illetve a nemesítési célokról.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén elindította azt a szakmai rendezvénysorozatot, ahol számos fontos gyümölcsfaj kapcsán releváns tájékoztatást ad a gazdáknak a következő években várható ültetvénytelepítési pályázatokra is felkészítve őket. Az első ilyen rendezvény Érden a cseresznye témája köré épült. Nyakunkon van, ha úgy tetszik, a vidékfejlesztési program KAP programjai, és jönnek azok a beruházási pénzek, amik az ültetvénytelepítést is érinteni fogják. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen gyümölcsöket telepítünk el, milyen fajtákat, és azok, mint ahogy sajnos az elmúlt 5 évben rendszeresen elfogynak-e, vagy a fogyasztó asztalára tudnak kerülni. Most sajnálatos módon Magyarországon megszűntek azok a fajta kísérleti tevékenységek, amik eddig voltak, tehát majdhogy nem, ugye ez a bizonyos DUS rendszer van, ami nem alkalmas arra, hogy a fajták minősítésen kívül mély tájékoztatást adjanak a termelőnek. Fagytűrőségről, romkoronáról, a környezeti állóságról, és gyakorlatilag hát, hogy a fagytűrő képességről, beltartalmi értékekről, hogy nem soroljak minden egyes tulajdonságot fel, és bizony, ezért nagyon sok termelő vakrepülést végez. Ha úgy tetszik, orosz rulettet játszik, hiszen valamilyen módon más szakemberek által minősített, más országban levő fajtákról hall, vagy írnak valamit, és azt el kell, hogy higgye valamilyen szinten, és hát sokszor ezek a magyar termőhelyi viszonyok között, a magyar környezeti viszonyok között nem igazolódnak. Ez bizony azt jelenti, hogy nagyon szükséges, hogy újból ez a rendszer kialakuljon, a minisztériummal folynak a tárgyalások, hogy a jövő évtől kezdődően a szakmai programok mellett fajta kísérleti tevékenységet is elkezdünk végezni, természetesen a minisztérium és a szervezeteivel együtt, ahol bizony technológiától kezdve beltartalmi értékig 3 termőhelyen próbáljuk és kívánjuk megvalósítani azt, hogy konkrét számokkal tudjunk majd évek során a termelő felé az asztalra tenni ezeket a számokat, amivel választani tud a különféle fajták között. De ha megnézzük azt is, hogy igazából más ágazatokba, akár az állattenyésztésbe, akár a növénytermesztésbe, mindenütt nagyon komoly gondozása van ezeknek. Hát a posztregisztrációs kísérletek a növénytermesztésbe, a UST, tehát az üzemi teljesítményvizsgálatok, saját teljesítményvizsgálatok, különböző teljesítményvizsgáló állomások az állattenyésztésbe. Tehát mindenütt nagy figyelmet és gondot fordítanak erre, ezért nem hagyhatjuk azt, hogy a gyümölcstermesztés, ami Magyarország egyik nagyon fontos ága, az ilyen mostoha ágra kerüljön. Tehát a mai nap a szakmáról szól. A szakmáról és mindenképpen a jövőről. És ezt célozza meg a kamara minden tekintetbe, és azt kell mondanom, hogy itt emlékezzünk dr. Mohácsi Mihály szavaira, aki nagyon eklatánsan fogalmazta meg ezt az egész problémakört, amikor azt mondta, hogy rossz fajtából egy faj is sok. Nagyon fontos kérdés, hogy a következő időszakban melyek lesznek azok az ágazatok, amelyek szintén egy ilyen konferencia keretein belül kapnak útmutatást a jövőre nézve. Hát mindenképpen a VP program, ahol majd 3000 milliárd forint van, ezt megfelelően és jól kell eltölteni. És ha itt megnézzük a ukrán gabona árnyékába való tevékenységünket idézőjelbe, akkor elkerülhetetlen a kormányzat részéről is, hogy ezt a növénytermesztési gabonas túlsúlyt egyrészt az ágazaton belül változtassuk, másrészt pedig olyan tőkeintenzív ágazatokat kezdjünk el erőteljesen fejleszteni, amellyel a növénytermesztés ezen ágazata hát csökkenő tendenciát fog mutatni. Hiszen a ukrán gabona vonatkozásában nem csak az a baj, hogy Magyarországra jön, és nyilvánvalóan ezt most átmenetileg az EU-s tárgyalások megszüntetik,
hanem a legnagyobb probléma, hogy el fogja foglalni az exportpiacainkat. El fogja. Ezt akármennyire nem szeretnénk, ugye azokban az országokban, ahol mi exportálunk, nincs behatásunk arra, hogy ukrán gabonát fogadjon-e, vagy magyar. Nyilván minőséggel egyébben sok mindent lehet tenni, meg azzal, hogy harmadik országból jövő árura ugyanazok a termelési feltételeket kellene kialakítani, mint a magyar termelők vonatkozásába, de ez még nem történt meg. Tehát mindenképpen azt látom, hogy a gyümölcstermesztésnek, ültetvénytelepítésnek és más kertészeti ágazatoknak is hihetetlen nagy jövője van. Beleértve nyilvánvaló az állattenyésztést is, nem azért, mert a cseresznye összefügg az állattal, hanem az is egy tőkeintenzív ágazat. Tehát úgy látom, hogy az a lehetőség, ami most a gazdák előtt majd kínálkozik, és a kertészek előtt kínálkozik, azt ki kell használni, és igenis meg kell ragadni azt a lehetőséget, ami van, és a nyugati szisztéma szerint bizony ezeket a fajta kísérleteket nagyon tudatosan meg kell csinálni, azt követően megfelelő miniszteri rendeletbe vagy más jogszabályba kell rögzíteni, hogy melyik termőtájon milyen fajt vagy fajtát lehet ültetni. Nyugat-Európában ennek kialakult szisztémája van, hogy csak is úgynevezett bombabiztos fajtákat lehet telepíteni, és igenis Nyugat-Európa felnőtt a gyümölcstermesztés vonatkozásába arra, hogy majd önellátó tud lenni, és exportképes tud lenni. Ezzel a szigorú szabályozással nekünk ez megvolt, elvileg a lehetősége most is megvan, újra meg kell csinálni. Tehát célirányos szakmai döntések születtek, ugyanakkor fontos kérdés, hogy miként lehet ezt finanszírozni, honnét lesz rá forrás? Hát nyilvánvaló a VP és bizonyos átcsoportosítási lehetőségek rendelkezésre állnak a hatóságnak ehhez, hogy ezt megvalósítsa. Természetesen nem egyszerű dolog, mert közben az EU-s jogszabályok is, a EU pénzeknek, ha nem is a mezőgazdaságba, de Magyarországra meg nem érkezése kapcsán azért inkább finanszírozási problémáknak nézünk elébe, nem beszélve itt a háborús inflációt, nem beszélve mindazokat a körülményeket, akár még a klímaváltozást is, ami nehezíti a megvalósítást, de semmiképpen nem odázható el, és a kormányzat nem is kívánja elodázni, hogy ennek a megvalósítása megtörténjen. Az Agrár Egyetem Gyümölcstermesztési Kutatóközpontjának főmunkatársa, Kovásné Békefi Zsuzsanna előadásának talpontja az volt, hogy mielőbb ráirányítsák a gazdálkodók figyelmét a gyümölcsfajta irányzatainak nemesítési céljainak megvalósítására, hogy ne csak a koraiságra törekedjenek a gazdák, mivel azon fajtáknál nagyobb a fagykockázat, hanem a közép- és késői fajtákra is fókuszáljanak. Azok a kihívások, amelyek a klímaváltozás következtében mind a szőlőtermesztőgazdákra, a gyümölcstermesztőgazdákra, a mezőgazdaságra, szántóföldi növénytermesztés, kertészeti növénytermesztés jelen esetben vár, illetve feladatokat állít a gazdák elé, ezeket a kérdéseket fogjuk tudni megválaszolni, és ez egy nagyon jó kis szakmai tanácskozás. Az egyetem részéről kutatók, oktatók jönnek előadást tartani, a volt kutatóegységek részéről a kollégáink tartanak a jelenlegi kutatási eredmény egyfajta összefoglalót, és azok a gyakorlati kérdések, amelyek a gazdákat érintik, azok is most itt felmerülnek, és ezt meg lehet közösen vitatni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mai nap, illetve bízom benne, hogy egy nagyon sikeres rendezvény lesz. Nyilván a gazdák, a kamara, a szaktárca, illetve az önök összefogásával megvalósulhat ez a terv, viszont aki tervet mond, mostanság csak eshetőségre gondol, ezt nagyon is jól tudjuk, viszont önök egy kidolgozott javaslat csomaggal jöttek. Melyek a legfontosabb tudnivalók, amelyeket a gazdák majd a későbbiekben hasznosítani tudnak? Hát elsősorban mind a termesztésben, tehát az öntözés az, ami a legfontosabb, ugye az öntözés kérdése első körben. A második a meccés bemutatót fogunk itt a mai nap tartani, amelyek segítségével a gazdákat megtanítjuk a korszerű, illetve hát a rendes szakmai meccésre, azzal, hogy minél nagyobb termést és minél minőségibb terméshozamot tudjunk elérni a gyümölcsösökben.
Miként juthatnak el a gazdákhoz azok az új fajták, amelyek megerősíthetik a cseresznyetermelőket? Hát jelen esetben most itt lesz fajta bemutató is, és természetesen ezeknek a fajtáknak a termesztési előnyei, tulajdonságait fogjuk megvitatni, és ezen keresztül ezeket a fajtákat meg természetesen a megfelelő értékesítési csatornákkal lehet beszerezni a gazdáknak. A konferencián elhangzott, a termelés biztonsága lényegesen emelhető az intenzív jég- és esővédő fóliával takart ültetvényeken, de ezek beruházási költsége magas. Szakmailag tehát indokolt lehet az új ültetvényeken a speciális rovarvédőháló felszerelése, ami tovább drágítja egyébként a beruházásokat. Nagy érdeklődés kísérte az Áron Nagy Lajos téren megrendezett Vegyél Fejér nyári vásárt. A programot a Titkok Háza és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat összefogása hívta életre. Bensőséges hangulatú termelői és kézműves vásárral csalogatták az Áron Nagy Lajos térre a székesfehérváriakat a Titkok Háza és a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat munkatársai. A Vegyél Fejért nyárköszöntő találkozóján Fejér megyei kézművesek kínálták míves portékáikat. Nyár elejére még utoljára a nyári szezon előtt a kistermelők meg tudják mutatni a termékeiket a székesfehérváriaknak, és vásárolni is lehet mindazokból, amit itt a mezőföld közepén termelnek. Én azt gondolom, hogy ezek a vásárok most már ismertek a fehérváriak számára, és sokan el fognak látogatni ma is, és beszélgetnek, vásárolnak azoktól a termelőktől, akik nap mint nap állítják elő portékáikat itt Székesfehérváron és Székesfehérvár környékén, nem mellesleg pedig szórakozási lehetőséget is biztosít a program, hiszen a gyerekeknek báb előadás, illetve Buk Tibor koncertje is fogja színesíti a napot. Én azt gondolom, hogy igazi jó kis családi program, amely haszonnal is bír, hiszen össze tudjuk hozni a termelőket a vásárlókkal, kihagyva a multikat, a boltokat, és egy közvetlen forrást tudnak így az itt élők a kistermelőkhöz kapni. Én azt gondolom, hogy ezek a termékek a boltok polcain található termékekhez képest sokkal magasabb színvonalat képviselnek. Magában a szervezetnek ez mennyire megerősítés? Hát nagyon fontos, hiszen a Magyar Nemzeti Vidékhálózatnak az a legfontosabb kihívása vagy challenge az, hogy biztosítsa a kistermelőknek azokat a lehetőségeket, amelyel a nagyvárosokba be tudnak törni, hiszen legtöbbször ezeknek a kistermelőknek az a problémája, hogy ezekkel a helypénzekkel, amely a fesztiválokon, rendezvényeken kifizetésre kellene, hogy kerüljön, azokkal nem tudnak megbirkózni. Mi ezeken a rendezvényeken ingyen biztosítjuk a lehetőséget a kistermelőknek, ezáltal tényleg csak arra kell koncentrálni, hogy az üzlet, a lakosság is közöttük létrejöjjön, és ez gazdagítsa az ő lehetőségeiket, akár a kistermelők beruházásait. Igen, mert úgy látjuk esztendőről, hogy egyre népszerűbb a hasonló vásár, és ez itt nem csak Székesfehérváron, hanem a vidékfejlesztési hálózatnak köszönhetően jó néhány helyen megvalósulhat. Így van, valóban az Agrárminisztériumnak egyik fő kitörési pontja az, hogy nem csak a városokban, hanem kis településeken is azok a régió bevált piacok, amelyek sajnos egyébként a rendszerváltás után valamiért megszűntek, azok újra éledjenek, és itt a városokban is legyenek olyan közösségi terek, ahol alkalmanként, akár meghatározott időközönként megtalálhatják ezeket a portékákat a városiak. De mondom, a kis településeken is egyre több ilyen kis piac éled újjá. Én azt gondolom, hogy ez az a lehetőség, amivel tényleg azok a kis termelők, azok az agráriumban dolgozó kisebb gazdák tudnak élni, és tudnak egy kis löketet adni a saját üzletüknek és a saját gazdaságuknak. Az Ötletgazda Titkok Háza munkatársai gondoskodó szeretettel fogadták a vásárlókat. A programban a környékbeli termékek vására mellett számos egyéb érdekesség is várt a kilátogatókra. Gyorsan kiderült, hogy a kézművesek és az őstermelők meg annyi szépséggel és értékkel gazdagítják a térséget. Álmomban nem gondoltam volna, hogy a pandémiakor kezdődött ez a mese azzal, hogy segítsünk azon, hogy ugye le voltak tiltva a rendezvények, a megjelenések, volt egy időszak, hogy a piacok is, és hogy hol tudnak a termelők érvényesülni. Akkor létrehoztunk egy online közösséget, amiből mára egyébként ez egy nagyon szép történet számomra, hogy egy ilyen több ezer fős online közösségből egy jó csapat szerveződött, aki most már így 20-23 nyarára járja a várost. Volt, hogy már a megyén belül más településeken volt, már hogy Balatonon is tudtunk szervezni olyan lehetőségeket, ahol be tudtak mutatkozni. Ez jó nekik, és jó, hisz megismerik a termékeiket, illetve jó nekünk Székesfehérvárnak, Fejér megyének is, hiszen megmutathatjuk, hogy mennyi érték és mennyi értékes termelő kézműves van nálunk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Ami kiváltképp fontos, hogy nem csak
mi látjuk ezt, hanem olyan együttműködések születnek, akik segítik ezt az ügyet. Legyen a FICSAK, legyen képviselő úr, a Fehérvári Civil Központ, a Titkokháza, aki a belső rendezvénynek most teret ad. Úgy gondolom, hogy mindig a jók így megtalálják egymást, hogy egy jó ügy mentén, és tudunk előre haladni, és én nagyon örülök neki, hogy a mai nap is létrejöhetett. A vidékfejlesztési hálózat és a Titkokháza együttműködése tehát sikeres, ugyanakkor azt látjuk, egyre nagyobb érdeklődés kíséri ezt a vásárt, ami azt jelenti, hogy bizony a régi típusú vásárokra szükség van. Igen, szükség van. Tudom, hogy webshopokból és internetes oldalakról tájékozódunk nagyon sokszor a termékeket illetően, de annyival másabb megfogni, megszagolni, megtapintani azt, hogy mi is kerül majd az asztalra, hogy mi is kerül a fa alá, vagy most úgyis ballagás volt a ballagóknak az ajándéktasakba. Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy a terméknek milyen a minősége, az a hozzáadott érték, hogy egy mosolygós árustól veszem át, az a hozzáadott érték, hogy én a saját pénzemet Fejér megyében tartom egy helyi vállalkozónál, nagyon sokat tesz hozzá ezekhez. Az Áron Nagy Lajos téren megrendezett találkozó több volt, mint egy vásár. A verőfényes napsütéses hangulat átszőtte a teret, lehetőség adódott a vásárlás mellett a beszélgetésekre is. Egy bizonyos, a Vegyél Fejért akció láttán mindenki megbizonyosodhatott arról, hogy a vármegye kézműves mestereivel lehet és érdemes hagyományt teremteni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.